A járványhelyzet ellenére is folyamatosan fejleszt a magyarországi németek országos önkormányzata, mondja az elnökük. Pécsen a fenntartásukban lévő Koch Valéria iskolaközpontban, illetve más intézményeknél is folyamatosak a beruházások. Elindultak fejlesztések, például a Szőnyi utcai óvodánk teljes felújítása, ami az ősszel kezdődött, és nagyon szépen haladunk, úgyhogy az idén nyárra ez a felújítás be is fejeződik, ez egy 400 milliós beruházás. Addig el kellett helyeznünk az óvodát, óvodásokat az Aradi utcai városi óvodában, nyáron vissza tudnak költözni, tehát ez a fejlesztésünk, ez megvalósul. Ami még a Koch Valéria iskola központtal kapcsolatban van, az az, hogy a gimnáziumi épületünket is a tornacsarnokkal együtt szeretnénk felújítani. Itt nem lett az elmúlt évtizedekben semmiféle különösebb renoválás vagy felújítás végrehajtva, nagyon sürgős, és hát ami szerencsés ugyan, de erre is forrást kell teremtenünk, az pedig, hogy bővítenünk kell az iskola központ gimnáziumi részét, iskolai részét néhány tanteremmel, mert szerencsére olyan nagy az érdeklődés, hogy kicsinek bizonyul az épület. De ez majd a jövő zenéje. A Nemzetiségi Államtitkárságtól sikerült forrást kapnunk arra, hogy előkészítsük ezeket a munkálatokat, úgyhogy a tervezési fázis el fog indulni ebben az évben. Ami még az országos önkormányzat és Pécshez kapcsolódik, az pedig a Lénauháznak a felújítása, ami szintén egy 500 milliós beruházás lesz, amit előre láthatólag a szeptemberben fogunk tudni elkezdeni. Erre is a forrás biztosított, a Lénauház egy kicsit átalakításra kerül, és inkább felújításra, de maga az épület az udvar szempontjából nem fog bővülni, viszont a belső konstrukciója egy kicsit változik, hogy jobban tudja majd kiszolgálni a Lénauház látogatóit. És ezzel együtt a Lénauháznak a tulajdonjoga is bizonyos százalékban az országos német önkormányzathoz kerül, mert így akkor ez egy közös igazgatású vagy közös felügyelettel ellátott intézmény lesz. Népszerűek az önkormányzat pécsi oktatási intézményei. Ez látszik a beiratkozási adatokból. Ezen nem változtatott a járványhelyzet. Az intézmény jelenlegi vezetője és az iskolai intézményegység vezetője, de több online fórumot tartottak, az óvodai intézményegység vezetője is kisfilmeket a YouTube-on. Tehát próbáltuk azért tájékoztatni úgy a szülőket és a diákokat, hogy legyen információjuk a helyzet ellenére is. Én azt hiszem, hogy ezt soha nem egy év távlatából kell nézni, tehát az előző évek munkái, az előző évek sikerei is nyilván hozzájárulnak ahhoz, hogy most is van az intézményben komoly érdeklődés. A saját óvodáinkból is ugye kis elsőbe nagyon sok gyerek jön az egynyelvű, illetve a kétnyelvű osztályunkban, tehát újra három osztály tud indulni, és a középiskolában pedig úgy tűnik, hogy 4 osztály a nulladikkal együtt. Tehát mindent nem vetette vissza az érdeklődést ez a helyzet sem, de mondom, hogy azért az online platformokon próbálkoztunk meg, nyilván a telefonos érdeklődés is sokkal magasabb volt, tehát mi ezt most szerencsére nem érezzük, de tény is való, hogy itt több évet kell mindig egyben nézni. Az elnök asszony elmondta, hogy a digitális oktatásra való átállást problémamentesen tudták megoldani. A tanulók és szüleik is elfogadták a járvány miatt kialakított megoldást.